Az eddig a Sóstói Múzeum faluban tartott húsvétvárás idén a Kossuth téren veszi kezdetét. Március 27-től három napon keresztül várják az érdeklődőket Nyíregyháza központjában. Abban az esetben, ha az időjárás nem kedvezne, az eseményt a Váci Mihály kulturális központban tartják meg. Itt a város pedig a kosút téren szeretne egy húsvétvárást megvalósítani jövő héten, 27-28-29-én, tehát kedden, szerdán és csütörtökön 2-5 óra között, amely égében csak egy ízelítőt ad a, a, a kicsitnek és nagyoknak arról, hogy mit is jelent a húsvét. Lesz itt zene, tánc, nyuszi simogatás, lesznek kézműves foglalkozások, és lesz egy kis húsvéti piacunk is a jövő héten. A Sóstói Múzeum március 29-től húsvét vasárnapig várnak mindenkit közös készülődésre. Itt lesz tojáshímzés, sárga túró és pászka készítés is. A húsvét hétfő kiállítás megnyitóval kezdődik a Skansen melletti pálinkaházban, majd a nyírségtánc együttes eleveníti fel a hagyományos húsvéti locsolkodást de református és görögkatolikus húsvéti asztal, istentisztelet és bábjáték is várja a kilátogatókat. Ezen túlmenően pedig, akik hozzánk betérnek, mindenki kap egy ilyen térképet, négy állomás van rajta. Ezeket, ezeken az állomásokon a húsvéthoz kapcsolódóan lesznek feladatok, kérdések. Aki jól megoldja, ezért kap egy húsvéti tallért, és akinek megvan mind a négy, az egy meglepetés ajándékra beválthatja. A kicsik tojást festhetnek a fiúk pedig szagos vizet is készíthetnek, de számos egyéb kézműves foglalkozással is készülnek a múzeumfaluban. Idén egy különleges játék is látható lesz. A meghívott színészek, korhű öltözve, egy interaktív előadás során mutatják be a korábbi generációk életét és húsvéti szokásait.